Kristóf. Szervusz! Szia, Dávid! Örülök, hogy visszajöttél a mosdószünetről. Figyelj, készültem egy témával, na, amiről te nem tudsz. Ajaj. Mivel, hogy te kb. Értesz a technológiához, brahiból hackintosokat csinálsz mobiltelefonokból, kb. Értesz a technológiát. Volt dolgod többféle szoftverrel is életed során. Én arra gondoltam, hogy most egy picit beszélhetnénk arról, hogy azok a programok, amik a művészetekhez kapcsolódnak, hogy egyrészt mennyire ismerjük őket, mennyire tudunk róluk beszélni, melyikünk mit használt már, ugye? Tehát te is gondolom foglalkoztál Adobe-val. Az Adobe-ról órákon keresztül tudnék beszélni. Jó. Mennyire nem szeretem. Jó. Kezdjük mondjuk pont a fényképészet, vagy a fotográfiával, hogy akkor fotográfiával kapcsolatban én amit tudok, hogy általában vagy Lightroom-ot szoktak használni az emberek, vagy pedig Photoshopot. Igen. Tudsz-e mondani mást ezen kívül? Hát amit én mindenre használok, az a GIMP. Az, hát olyan, mint a Photoshop, csak basic-ebb, és teljesen nyílt forráskódú és ingyenes. Aha. Ezen kívül van még az Affinity Suite, az is nagyon tetszik. Nem tudom. Mindig próbáltam távol maradni az Adobe cuccoktól. Aha. Miért? Azért, mert én is egy kicsit hippi vagyok, csak inkább ilyen open source. Jaj, értem. Ilyen részekbe, és az Adobe az konkrétan monopolizálta a teljes kreatív ipart, és igazából az Adobe szoftver az nettó kreatív rabszolgaság, olyan, mint a Microsoft Excel, meg a Microsoft Office. Igen, a Microsoft Office, tehát hogy ott is vannak, igen, mondjuk ott az Open Office például. Meg vannak a kis lezárt ilyen kis, nem tudom, előfizetéshez kapcsolt. Igen. És akkor így sok sikert, hogy ne költs Adobe-ra évente. GIMP az egyébként, várjál, hallgatózok közben, hogy ú, ez nagyon hangányul néz ki. Tehát akkor a GIMP az egy olyan szoftver, amit úgy használsz, hogy tehát ez egy teljes kreatív workspace lényegében? Inkább egy fotószerkesztő. Fotószerkesztő. Nem tudom, igazából annak sem mondanám. Kicsit ilyen Adobe Photoshop és Lightroom. Nyilván nem teljesen professzionális, azokra inkább Affinity dolgokat mondanák. Ami nekem tetszik benne, hogy sokkal kisebb, mint a Photoshop, nyílt forráskódú, ingyenes, bármin elfut. Elfut a pirítomon, hogyha teszek rá Linuxot, és arra tökéletes, hogyha mondjuk meg akarok vágni egy képet, akarok mondjuk, mit tudom én, színekből átlátszóságot csinálni, valami basic filtereket csinálni, akkor nem kell megnyitni 10 gigabájtnyi Photoshopot. Aha, és ez mennyire van mondjuk konfigurálva hordozható eszközökre, gondolok itt mobil, tehát iOS, Android, semennyire. Egyáltalán semennyire. Nincs. Jó, mert mondjuk az Adobe-nak vannak. Igen, vannak. Nem tudom, hogy ezt amúgy használjál valaki. Amúgy jótól kérdezem, mert te pont iPad-en csinálsz mindent. Én használtam Lightroom-ot, aztán rájöttem, hogy igazából bármin meg lehet csinálni. Tehát, hogy az iPhone-nak és az iOS, iPadOS ökoszisztémában alapvetően benne van, ugye, tehát a fotószerkesztő. Hát igen, az amúgy szerintem... Amit meg abban nem tudok megcsinálni, azt megcsinálom Procreate-tel. Nem tudom, mindig az ilyen mobilos Adobe, meg ilyen nagy nevű szoftvereknek soha nem értettem igazából a lényegét. Hát figyelj, biztos, hogy jó. Tehát, hogy biztos, hogy azért fizetnek rá elő emberek, mert hogy mondjuk olyan funkciók vannak benne, amik így kézenfekvők, és tök jó, hogy vannak. De alapvetően én mindig is úgy voltam vele, ugye én általában vagy videószerkesztőket használok, vagy DAV-okat, ugye a stúdió programokat, hogy nekem fontos az, hogy nagyon könnyen kezelhető legyen, nagyon átlátható legyen,
legyen up to date, tehát hogy folyamatosan kapja a frissítéseket, és hogy legyenek benne olyan eszközök, meg legyenek benne olyan pluginek, amik nekem mondjuk jók, hogyha folyamatosan vannak és frissülnek. De tehát fotográfiában igazából nem nagyon tudom, hogy van-e még új a nap alatt ilyen téren, hogy nem tudom, hogy te hallottál-e bármiről, ami így az elmúlt 5 évben újdonság lett volna a fotográfiában. Nem vagyok nagyon otthon a fotográfiában. Hát csak gondoltam a képszerkesztés miatt, mert hogy mégiscsak volt hozzá valamennyi között. Figyelj, és a képzőművét, tehát hogy akár a rajzolással kapcsolatban tudsz bármilyen programot mondani? Mert hogy én mondjuk ismerem a Procreate-et, mivel uh-huh. hogy ugye iPad-et használok, de desktop alkalmazást ezt nem nagyon tudnék mondani, ami... Amit én szeretek, és amit használgattam régebben, az a Autodesk-nek a Sketchbook, uh-huh. az egy kicsit ilyen basic-ebb, meg a Krita. Az is egy ilyen ingyenes és nyílt forráskódú aha. szoftver, rajzoláshoz tök jó igazából. Hát ilyen illusztrációs program. Illusztrációs, de hogy ebből például van olyan, ami mondjuk egy kicsit elterjedtebb, és mondjuk, amit így mondtál is, hogy monopol, vagy... Nincs. Az a baj, hogy realisztikusan, hogyha akarsz valami kreatív dolgot csinálni, akkor Adobe-t fogsz használni. Aha. Mert mindenki azt használja, tele van tutoriálokkal az internet. Értem. Rengeteg ember így bevallokkolva ebbe a teljes ökoszisztémába is, mert nem is tudja otthagyni, és hát nyilván akkor Adobe is, mit tudom én, tutoriálokat fog csinálni, Adobe is, mit tudom én, hát igen, mert általában az emberek azzal kezdik, mert azt látják, hogy a nagyok azt használják, de hogy például a nyílt forráskódú programoknak van bármi pozitívumuk azon kívül, hogy nyílt forráskódú, és tehát, hogy ad bármivel többet a felhasználó élményhez, vagy... Szerintem igen. Az egyik nagyon jó példa, az például pont a Blender, azt nem tudom ismered, de az egy 3D. Ilyen... Igen. Nyílt forráskódú 3D modellező szoftver, de igazából már kinőtte magát konkrétan a render engine-nél, sculpting programmá, Python scriptelni tud benne 3D aha. modelleket, nagyon, nagyon király. Ja, értem, tehát, hogy ugyanazt a programot a 3D modellezésen kívül fel tudod használni bármi másra is. Igen, és hát ugye itt jön az is, hogy open source, ha valami nem tetszik, akkor belenézel, hogy hogy van, és átírod, nagyon jó dokumentációja is van. Viszont szerintem, ami fontosabb, az az, hogy dolgozok ugye építészeti vizualizációs emberekkel, és hát ugye nálunk az elterjedt az a 3DS Max. Uh-huh. És szerintem ez a subscription modell, ez egy ilyen óriási öngól volt, főleg ennek a kreatív industrinek, mert ezek a cégek, akik az Adobe, az Autodesk, az összes ilyen nagy, nincs okuk arra, hogy innováljanak. Aha. Mert úgy is fizetsz a subscriptionért, hogyha nem innoválnak, mert mi mást használnál? Mert mindenki azt használja. Igen. Hát aztán majd csak egyszer bejön a konkurencia, és azt mondja, igen. És tehát... például visszatérve picit a Blenderhez konkrétan, 3DS Max 2023 vagy 24, azt hiszem a legfrissebb, uh-huh. 2016 óta semmi nem változott konkrétan az egészben, de az Adobe szoftverekkel is ez a bajom, hogy konkrétan, jó, most a legutóbb, ami újdonság volt, például a Photoshop, ez az AI kép, prompt generálós, na azelőtt konkrétan a CS6-tól szerintem, ami a legújabb Creative Cloudig, a még az AI előtt, ami változás volt, az így vagy használja egy ember, vagy két ujjamon meg tudom számolni, hogy mennyi reális használható, tényleg olyan használható újdonságot tesznek hozott, bele. Igen. És ráadásul tehát a teljes szoftver ezen kívül pedig egy rakat szar, crash-el. Külön mémek vannak ebből. Hogy ráadásul nincs is rendesen nincs, optimalizálva. Nincs rendesen megcsinálva. Ne. Ugye az alapok, tehát hogy nem tudom, te iPad-el szerkesztesz. De... például ebből külön mémek vannak, hogy a 3DS Max, meg a mit tudom én, van a videószerkesztő. Tudom, ez a Rush. Nem, a régebbi, de mindenki, aki azzal szerkeszt. Hát de most nem a Rush nekik a legújabb videószerkesztő programjuk? Nem a Creative Cloudos, nem az After Effects, hanem a másik.
az After Effects az ugye effektekre van. Igen, 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 igen. Non-lineáris editor. Igen, az a baj, hogy annyi van. Ezt sajnos nem. Tehát figyelj, én még a Windows Movie Maker-es élet használtam a PC-n, aztán utána jött a Movavi, uh-huh. amit nagyon sokat használtam, de azt is főként csak hát nagyjából annyira, mint az emberek zöme a Windows Movie Maker-t. Tehát, hogy volt egy hang, arra rátettem egy képet, és hát podcastet vágtam, nem a sajátomat, hanem a másikat, az Ébredt Szellemi Műhelyt, és aztán kijött a Final Cut Pro, de nem még előtte, ez még előtte volt, hogy elkezdtem használni a LumaFusion-t. Mm-hmm. És a LumaFusion volt az, ami így néztem, hogy hát azért ez tök jó, tehát hogy ez tényleg olyan, mint egy... Nem Premiere egyébként? Premiere, az igen. Eszembe jutott. Igen. Tehát így pont ahhoz akartam hasonlítani, mert tök olyan volt az egész interfész, mint a Premiere-é. Hát mm-hmm. mondom, basszus, ez tök jó, meg használhatom. És utána jött ki a Final Cut. De tehát például videóvágó, vagy videószerkesztő alkalmazások, programok, azok viszont rengetegen vannak, mert hogy ugye van, amiben animálni is lehet, igen. de nem mindegyikben lehet animálni. És akkor most úgy megkérdeznélek téged, hogy neked volt-e bármelyikhez szerencséd? Hú, hát még a No Hit filmet használtam. Ezt nem ismerem. Picit olyan, mint a Vegas, meg az After Effects egybe. Ilyen vegyes felvágott, és akkor minden... Te tele van effektekkel, meg... Van benne azért úgy minden, de hogy egy lineáris videóvágó programról beszélünk, ami... Olyasmi. Aha. Igazából nem tudom, de tényleg mondtad, hogy ebből tényleg videószerkesztőből például rengeteg van, és szerintem... Fölöslegesen sok. Hát így is lehet mondani, én inkább azt mondanám, hogy ez inkább workflow, hogy kinek mi áll kézre, így... Hát. Igen, egyébként ezt én is így hallottam, mert ugye tesódon keresztül tudtam, hogy van ez a DaVinci Resolve. Igen, az a másik, amit használtam sokat. Igen, ott ha jól tudom, animálni nem lehet. Mondjuk Final Cut ebből a szempontból jobb, mert hogy ott lehet animálni. Uh-huh. Hát ilyen egyszerűbb movement animációkat lehet csinálni. Olyanokat lehet csinálni amúgy Resolve-ba is. Uh-huh. Én Resolve-ot inkább csak vágásra használtam. Hát meg Color Grading-re. Igen, arra nagyon jó. Hát a Blackmagic-nek azért nagyon jó cuccai vannak sajnos. Igazából én is csak a Color Grading miatt töltöttem le a DaVinci Resolve-ot, meg hát ki kell próbálni, és akkor ennek kapcsán olvastam, hogy igazából ugyanazok az eszközök vannak a DaVinci Resolve-ban is, mint mondjuk a Final Cut-ban, csak nyilván más a felhasználói felület, sokkal egyszerűbb annak, akinek rá mondjuk az agya vagy a szeme, de hogyha már van egy tök jó workflow az egyikben, akkor ezt ne törd meg azzal, igen. hogy a másikat, mert... Hát szerintem végül is ez a legfontosabb, a workflow. Mindegyik ilyen industry standard, például color grading szoftverben uh-huh. benne vannak az ilyen alap dolgok, amik a vectorscope, a mit tudom, igen. Minden ott van, és akkor... Annyira szeretem ezeket néha csak úgy megnyitni, és így nem tudom, hogy mit jelent, annyira szép. A vectorscope-os tetoválást is akartam. Hát régebben ugye a játékfejlesztésben a... Ja, mert hogy ott a cutscene-eket például... Nem, igazából real-time post-processing. Azaz? Hát olyan, mint amikor a cutscene-eket kolorgrédeled, csak konkrétan a játékot. Ja, hogy az egész játékot. Igen. Aha! Hú! Ebbe is volt egy köröm még annó. Aszta! Hát azért... Te is animációra kifejezetten ismersz amúgy alkalmazást, programot? 3D animációra? Hát akár, bár én most így elsősorban a 2D-s animációban gondolkoztam, de a 3D is. Hú, 2D-re nem. 3D-re a Blender. A Blender uh-huh. az egész király. Az tényleg így kinőtte magát, ilyen majdnem minden, ami 3D. Igen, hát ez egy modellezőből lett uh-huh. a Blender. 3D nyomtatásra mindenre lehet használni egyébként meg. Mert hogy én hallottam például a Procreate csinált most egy Procreate Dreams nevű alkalmazást, azt hiszem, hogy alkalmazás, ezt lehet, hogy desktop verzió is van, ez, ha jól tudom, akkor 2D/3D modellezéssel kapcsolat, meg tehát animáció
főként az animálásra fókuszál rá. Nem hallottam még róla. Na, hát akkor... akkor érdemes. És a Pro Tools-t te mennyire ismered? Egyáltalán nem? Nem, hallottam róla. Hallottál róla. Na hát a Pro Tools a subscription-ök királya, tehát az az a program, amit amúgy nem vásárolhatsz meg, és engem ezért idegesített halálra. Jakinak is rengeteget ajánlottam, mert hogy az egy DAV, tehát egy stúdióprogram, egy videóvágó, color grading, mindent is tudsz csinálni benne. Tehát, hogy ez egy akkora workspace, hogy így úristen. És tele van audio effektekkel, videó effektekkel, szerintem abban még animálni is lehet. Ez így elég komplexnek hangzik. Igen, és valami iszonyatosan drága a cucc. Tehát, hogy de nem akarok hülyeséget mondani, drága, az a lényeg, hogy nagyon drága. És na, abban viszont minden van. És akkor egy kicsit rá is tudunk kanyarodni a DAV-okra, hogy amúgy mik azok. Tehát, hogy aki járt stúdióban, az már látta, hogy mennek a kis téglalapok. Igen. Mint a hangsávok. DAV-okkal viszont tudom, hogy van tapasztalatod. Igen. Ezt nem szeretem beismerni, mert akkor mindenki kérdezi, jó, és mit csináltál? Soundgoodizer-t használtál. A Soundgoodizer, igen. Hát ugye nyilván itt már elspoilereztem a Soundgoodizer-rel, hogy én FL Studio-t használtam. Szégyellem magad. Nekem nagyon kézre állt. Amit még használtam, az a Reason. Arról nem tudom, hallottál-e. A Reasonnek volt a három szín. Ilyen virtuális plagokat tudsz. Nem. A Reason az, ami a logóját mondom most, hogy nem az a... Amúgy most... Nem, ez a Reaper volt. Ez a Reaper, amiről én beszéltem, de az is egy DAV egyébként. A Reapernek volt ez a logója. Ó, ezt nem ismerem. És van a Reason. Ő lesz az. Igen. Igen, megvan. Jó az. Tudom. Igen. Na és, de várjál, tehát, hogy az FL Studio az inkább midi-orientált, a Reason meg inkább audio-orientált, nem? Igen. Nem tudtam eldönteni, hogy mit akarok csinálni. Szóval nem lenne le semmi. És tehát minek álltál ott neki? Tehát elkezdtél midi dolgokat csinálni, vagy... Hát igazából FL Studio-ba elkezdtem midizni. Uh-huh. Nem volt midi billentyűzetem, meg igazából semmi. Nem is egy szál laptopon. Nem is kell. És addig jutottam, hogy legyen sok basszus, meg valami ritmus, és akkor Soundgoodizer. Igazából standard FL Studio workflow. Istenem. Illetve amit most találtam, most megint elkezdtem utána nézni a DAV-oknak, mert nem tudom, vágod a Teenage Engineering-et. Így névről nem. Van egy nagyon jó szintetizátoruk, az az OP1 Field. Igazából egy ilyen, majdhogy nem egy ilyen mini szintetizátor, és egy ilyen nagyon leegyszerűsített teljes digital audio workstation, majdnem, nem aha, teljesen, de ilyen nagyon király dolgokat lehet vele csinálni. Jaj, tudom, ez a nagyon pici. Igen. Igen. Amiről most mennek a reklámok is, meg... Igen. Igen. Instagramon legalábbis pörögnek az ilyen reklámok. Egy ilyen kis pici, fekete, nagyon lapos, nagyon leegyszerűsített. Ez fehér. Hát a klaviatúrája az fehér. De akkor most megkeresem neked. Ez az OP1? OP1 Field. Jaj, nem. Ezt nem ismertem, de igen? Hát ez az. Igen, ez az. Ez hihetetlenül király dolgokat lehet vele csinálni. Aha. Hát igazából a Teenage Engineering ilyen kicsit hipster per high-end per túlárazott, de valamikor nagyon király audio dolgokat csinál. Hát de nézd, ahogy elnézem, ez egy DAV controller, egy MIDI keyboard. Ez standalone. Ezen tudsz zenét csinálni. Hát igen, azt nézem, igen, hogy ez egy MIDI keyboard, DAV controller, meg egy drum pad is van rajta. Igen. 800.000 forint. Ez? Igen. Ne őríts meg. Igen. Nagyon. Úristen. Akarok. Jézus Mária, 778.000. Úristen. Nagyon gondolkozok rajta. Nem szabad. Nem. Egyszer használnám. Ne! Jó, tudod, vedd meg, használd egyszer, szívesen, Jaki. De akkor figyelj, ha ilyen kinkjeid vannak, szólj, én írok karácsonyi bevásárló listát, tehát én tudom, hogy én mit akarok, de...
Jó, na majd lehet. Nem tudom, igazából van ez a telefon, a Nothing Phone. Igen. Ők tervezték a Teenage Engineering az egész kinézetét. Jó, ugye ez hozzá, aha. Igen, és akkor így egyik nap lementem az egész YouTube, meg Tech Rabbit Hole-ba, és akkor ez a, amúgy én audio dolgokat is nagyon érdekelt, és rátaláltam erre. Hát a Jakinak is te ajánlottad az Ableton-t, úgyhogy. Hát igen, az FL Studio-t próbáltam neki, nagyon. Eladni? Aha, ne. Nem sikerült. Nem. Ableton lett belőle. Hát jó, de hát most... Igen. Aki tudja, az tudja. Aki meg nem, az ne nyúljon zenéhez. Igen, és amúgy ezzel kapcsolatban így ez felkeltette így megint az érdeklődésem így az audio és a DAW és ezek iránt. És igazából most találtam egy újat, ez a Blockhead. Ez egy teljesen új DAW. Konkrétan annyi a lényege, hogy majdhogy nem minden DAW ugyanaz, hogy amikor elkezdesz egy projektet, be kell állítanod a tempót, mit tudom én, de olyankor még azt se tudod, hogy mit akarsz csinálni. Igen. Tehát nem tudod, hogy mi lesz a tempó, teljes ilyen... Hát jó, de ezt egyébként idővel tudod állítani. Igen. Viszont hát igazából ez a DAW ezt az egészet megoldotta úgy, hogy mindent, ami tradicionális DAW workflow, konvencia, mindent kidobott a kukába, és kapsz egy teljesen blank canvas-t, amin azt csinálsz, amit akarsz. Live-ban resample-ölhetsz mindent. Konkrétan nagyon durva, egyetlen egy srác csinálja. Ilyen teljesen ilyen indie dolog, és nagyon király dolgokat lehet vele csinálni. Na hát én vagyok a tarisznyás IP, aztán te találod az ilyen alternatív, izé underground. Na, majd megmutatom. Open source dolgokat. Júj. De egyébként használtál amúgy több DAW-ot is? Tehát, hogy kipróbáltál több stúdióprogramot is? Igen, nekem az Ableton nem jött be. És a Steinbergnek a szoftvereit mennyire ismered? Hú, hallottam róla. Cubase? Azt nem tudom, hogy próbáltam-e. De aha, biztos, hogy néztem róla valamit. Hát figyelj, nem sokban, de mondjuk sokban tér el a Logic-tól, de hogy kinézetre nem. A Logic az megvan. Az van meg konkrétan, hogy amikor kijött a Logic Pro X, azt mindenki utálta. Hát igen, aztán amikor felfejlesztették egy picit, hogy egy kicsit felhasználó barátabb legyen, akkor rájöttek, hogy azért abban olyan preseteket raktak, amit rendes hangmérnökök raktak össze. Hát igen. És mai napig használják. Tehát bemész egy nagy stúdióba, és van, hogy preseteket dobálnak rá dolgokra, mert hogy hát most ha az működik, akkor működik. Igen. Nem szeretem az Apple, de az audióra nagyon jó. Hát Kristóf, ki akartam még térni arra, hogy milyen szoftverekben alkottál, de én úgy érzem, hogy most itt lejárt az időnk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél újfent. Hát köszönöm. Aztán majd visszahívlak. Jó.